közösségi média világa az van, ma már olyan erős, és rendelkezik annyi tudással a felhasználói szokásokról, hogy valóban irányítani, de legalábbis befolyásolni tudja szerinted a választókat? Hát az a baj, hogy itt nem csak szerintem, hanem ezt konkrétan szakértők állítják, hogy ez így van. Na most egy átlagos Facebook felhasználóról szerintem sokként fog érni mindenkit, de a Facebook körülbelül 10-15 ezer féle adatot tárol. Tehát 15 ezer féle információról beszélünk, amit egy átlagos felhasználóról tud a közösségi oldal. És itt nem csak arról beszélek, hogy miket szeret, milyen filmeket, milyen könyveket, mert ezeket önként adjuk meg. Tehát folyamatosan figyeli a keresési szokásainkat, és a Facebook, tehát több évvel ezelőtt még arról beszéltek, hogy a Facebook megfigyeli azt, hogy mit csinálunk mondjuk a telefonunkon, a Facebook applikáción kívül, és aki ezt akkor elmondta, többek között én is, azt összeesküvés elmélet hívőnek hitték, holott igazából ez az algoritmusába bele van építve, ez egy nyílt forráskódú rendszer, és az ember látja ezt, tehát ez nem egy titkos dolog, csak mélyre kell ásni. És már ez kiderült, hogy ez nem egy titkos dolog, ez tény. Na most, igen, tehát azt kell megfigyelnünk, hogy a Facebook, ebben az esetben most arról beszélünk, hogy Facebook, mert Magyarországon az a legelterjedtebb, az angol száz világban inkább a Twitter működik, rengeteg információ tud rólunk, és megfelelő kezekben ezek az információk igazán hasznosnak tűnhetnek, amikor az embernek el akarnak adni valamit marketing szempontjából, és az a helyzet, hogy manapság a politikusokat, vagy éppen egy pártot is ugyanúgy el tudnak adni, mint egy terméket, egy könyvet, vagy bármit, amit ugye megvásárolható boltokban. De tehát mi az, ami ilyenkor működik? A felhasználónak a véleményét kell eltalálni? Ugye ilyen értelemben ez nem újdonság, akármilyen furcsán is hangzik, de azt a 90-es években már így oktatták az egyetemeken, ahogy amikor még sehol nem volt se Facebook, semmilyen, ilyen szinten legalábbis semmiképpen sem volt közösségi média a világhálón, hogy egyébként a tradicionális, hagyományos sajtónak is valahol a működésében ez van benne, vagy a nézettségében, hallgatottságában, olvasottságában, hogy amikor egy olvasó a kezébe vesz egy nyomtatott lapot, akkor hát most, ha sarkosan akarunk fogalmazni, nem a valóságra kíváncsi, hanem arra, hogy a benne eleve meglévő prejudikációkat visszaigazolvalása abban a bizonyos nyomtatott sajtóorgánumban. Tulajdonképpen erről szól kicsit más, meg kifinomultabb eszközökkel a közösségi média világa is ezek szerint. Tehát árnyaltan ez így működik. Na most, hogyha valaki konkrétan fogékony bizonyos információkra, és ez azért fontos megfigyelni, hogy itt nem a törzs szavazókat bombázzák, vagy nem csak a törzs szavazókat bombázzák ilyen dolgokkal, mert ugye ott teljesen más rétegről beszélünk. Inkább a bizonytalanokat célozzák többnyire, és a megfelelő időpontban, megfelelő formában tárolt információ hatékony tud lenni, és ahogyan te is mondod, itt az történik, hogy amire ő fogékony, amire az olvasó fogékonyabb, olyan tartalmakat állítanak elő, és olyan arányban, hogy az tudjon működni. Nyilván most ehhez szükséges az is, hogy ezzel összhangban legyenek a megfelelő médiaorgánumokkal, mert tehát ez nem véletlenül működik. Tehát az, amikor a Facebookon, most csak mondok egy példát, egy konzervatív oldalt megpróbáltam belájkolni, konkrétan azt írta nekem a Facebook, hogy nézzem meg, mielőtt lájkolnám az oldalt, új Facebookot csináltam, és úgymond tehát tudtam, hogy mit lájkolok, mert korábbi profilom már követtem azt. Ő fölhívta a figyelmet, hogy nézzem meg, mit lájkolok, mert lehet, hogy amúgy nem tetszene az oldal. És úgymond a Facebook próbálja az embert terelni ebbe az irányba, hogy mit kövessen, mit lájkoljon, mit nézzen, és ugyanúgy a nekem ajánlott hírfolyamban is olyanokat tesz be, nem csak hírportálokat, hanem olyan cikkeket, amik éppen az én, hogy is fogalmazzak, az én környezetemben releváns lehet helyi hírek szempontjából. És igen, tehát konkrétan azt tárja elénk, amit mi szívesen látunk, szívesen olvasunk, vagy hallani akarunk, és egyáltalán nem tudok azt, hogy a Facebook kulcsszavakból gondolkodik. Amint kimondunk egy kulcsszót, az annak megfelelő hírt megpróbálja elénk tárni. Az a célja, hogy minél tovább a platformon tartsa minket. De hogyha most átmegyünk ebbe a szintbe, hogy manipulál, akkor emlékezünk csak vissza a Cambridge Analytica botrányra, amikor több millió felhasználó adata került külföldi kezekbe, és használták fel a politikai haszonszerzésre. A Facebookot megbírságoltak egy gigászi összegre, természetesen ez így van, de őszintén vajon mennyi bevétel folyt be, amiből ezt a bírságot fedezhetik, nem beszélve a politikai befolyásokról?
Hát ugye most itt a datadat esetében is arról van szó, hogy mindenféle, sok esetben akár a politikától függetlennek látszó kvízekkel, felmérésekkel is akár, de sok adatot gyűjtöttek be felhasználóktól, amiket Magyarországon kívüli szervereken tárolva is elemeztek akár. Itt is akkor szokásokat, reakciókat mérnek ilyenkor fel? Igen, tehát hogy nem csak hogy reakciókat, hanem azt, hogy mennyi időt töltünk. Ugye a Facebooknak van egy ilyen funkció, hogy képes azt, nyilván ez nem egy nagy tudás, vagy nem egy komoly algoritmus, de képes megfigyelni azt, hogy mennyi időt töltünk egy bizonyos tartalom böngészésével. Amikor a hüvelykujjunkkal pörgetjük a lapot legtöbb esetben, és időközönként megállunk, a Facebook nézi azt, hogy mi hol állunk meg. Ő tudja azt, hogy mi van a mi kijelzőnkön, és figyeli, hogy hol állunk meg. És ezek egy nagyon-nagyon precíz algoritmus segítségével mérhetők. Na most itt a datadat esetében itt külön érdekesség, hogy az előválasztás vélhetőleg pontosan egy ilyen adatgyűjtés volt, ahol rengeteg adat került olyan kezekbe, amikben nem biztos, hogy megfelelően lesz felhasználva. És most jön a csavar. Ugye én, mint YouTube-os tartalomkészítő, én azért gyakran találkozom különlegességekkel így az interneten, és pont a minap készítettem egy videót arról, hogy az ellenzéki politikusok és a kormánypárti politikusok, a fideszes politikusok, ők hogyan használják a közösségi médiát. Na most érdekesség, hogy amikor a névjegyzékben megtaláljuk, hogy kik kezelik a Orbán Viktor vagy Varga Judit esetleg Szijjártó Péter oldalát, azt látjuk, hogy 7-8 magyar felhasználó menedzseli ezeket az oldalakat. Az ellenzék alvezérei esetében olyanokat találtam, és ez egy nyilvánosan elérhető adat, hogy például Márki-Zay Péter oldalát nem elég, hogy 30 plusz magyar menedzseli, de vannak a menedzser, a kezelők között olyan személyek is, akik az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztriában, Németországban és több különböző helyen élnek, és ez jellemző a teljes bal oldalra, és ott az alvezérekre. Olyan oldalakra, mint például Hajnal Miklós, akinek 7600 követője van, még az ő oldalát is a tengeren túlról menedzselik. Kérdem én, hogy miért. És még egy másik érdekesség, Bohár Dániel kollégám készített egy nagyon jó dokumentumfilmet, vagy egy riportot arról, hogy hogyan vitték ki az adatokat évekkel ezelőtt a balti államokba, ahol úgy dolgozták fel, hogy ott nyilván ott olyan, ezt még mi sem tudtuk sajnos utána járni, hogy mi volt ebből a konkrét haszon, de vélelmezhető, hogy onnan tudták az ottani törvényeknek megfelelően külföldre szállítani, ahol szintén feldolgozhatták, és ahol már követhetetlen. De miért van annak jelentősége, hogy vagy több adatot tudnak így kezelni, hogyha minél többen kezelnek egy-egy ilyen hivatalos Facebook oldalt? Nem az adatkezelésről szól, az inkább csak arról szól, hogy kik látják, vagy hová továbbítják ezeket az adatokat. Most nyilván sokkal könnyebb, hogyha az Egyesült Államokból, vagy az Egyesült Királyságból, vagy bárhonnan, esetleg Brüsszelből menedzselnek egy profilt, sokkal könnyebben rálátnak arra, hogy milyen statisztikák vannak, és nem kell az itthoniaknak még oda transportálni, mert ugye annak is nyoma lenne a világ. Említetted itt a Cambridge Analytica botrányt, nyugaton ezt már régebb óta professzionalizáltabban használják? Hát most 2016-ban, amikor Trump indult, és Hillary-vel szemben elbukott, akkor mindkét oldal használt hasonló módszereket. Az egyetlen különbség az volt, hogy Trumpék sokkal szervezettebbek voltak, és ők nem feltétlenül manipulálták, vagy nem feltétlenül targetálták a közvéleményt, inkább csak jobban használták ezeket a lehetőséget. Akkor még nem mondom, hogy gyerekcipőben járt, mert ez nem igaz, de akkor már kezdett ez kibontakozni, és akkor már ez egy gyakorlott dolog volt. Nyugaton ezt konkrétan használják, mivel a Facebook és a Twitter, én mindig azt szoktam mondani, hogy azt hiszük, hogy mi felhasználók a mi kedvünkre akarnak tenni ezek az oldalak, de valójában a közösségi oldalakon mi felhasználók vagyunk a termék. Most a datadat esetében is azt írják, hogy Bajnai Gordon csoportja, hogyha kell, irreális aktivitást tud generálni egyes tartalmak közé. Most éppen az általad használt termékszóból kiindulva, az irreális aktivitás az miért fontos, hogyha ilyen mondjuk álprofilok segítségével teszik? Tehát a valódi profilokhoz, vagyis a valódi választókhoz így hogyan jut el az üzenet? Egyrészt tömegvonzás, tehát ez maga egy gravitációs mezőt képez. Na most nagyon-nagyon messziről fogok jönni, és próbálok egy analógiát vonni a YouTube körül mellé. Ott volt például nálam a YouTube csatornámon egy időben, sőt, igazából folyamatosan, rendszeresen trollok támadása
volt észlelhető. De olyan trollokról beszélünk, akik összehangoltan, ezek valós profilok, most nem tudom, hogy ezt az öt profilt egy ember kezeli, vagy öt, de összehangolt támadás volt. Az egyik tett egy kijelentést, a másik erre reagált, ezzel hergelve a közvéleményt. És ilyenkor, most ez csak egy sima troll támadás, ez világos. De amikor meg áll profilokkal, akár a közösségi médiában, mint a Facebookon vagy a Twitteren, reagálnak valamire, és kiadják, most azt mondok egy számot, 3000 embernek, hogy lájkolja ezt, vagy kövesse, akkor a gyanútlan felhasználó egyrészt, mivel egy olyan népszerű tartalomról beszélünk, amit mondjuk 3000-en lájkolnak, a Facebook ezt jobban fogja ajánlani, mert népszerű tartalomnak minősíti. És ez teljesen működik. Na most oda téved a gyanútlan felhasználó, meglátja azt, hogy úristen, 3000 like van rajta, meg gigászi mennyiségű megosztás, és sajnos így működik az ember, így működik a felhasználó, hogyha meglátja, hogy ezt sokan nézik, sokan elfogadják, automatikusan igaznak véli. Én láttam olyat, hogy egy gyakorlatilag, nem mondom, hogy no name, de nem feltétlenül a köztudatban forgó jobbikos politikus megosztott valamit, majd 3 órán belül 8000 megosztás volt rajta. 3 órán belül 8000 megosztás nem tud születni reálisan, illetve konkrétan a számítógépemen itt van előttem a monitoromon egy olyan mappa, ahol Márki Zajnak az egyik beszéde van, amiben Bangladesből és különböző közel-keleti és távol-keleti országokból nézték az ő élőadását. Erre azért van szükség, mert hogyha valaki azt látja, úristen, ezt X számú néző nézi, akkor már szívesebben kapcsolódom, mint egy olyanra, amit mondjuk néznek 30-an. A bérkommentelők akkor azért fontosak, hogy a közösségi oldal algoritmusait, a nagyobb aktivitást mutató posztokat több helyen jelenítsék meg? Ezért is, illetve azért is, hogy az emberek, akikkel olvasok egy ilyen hozzászólást, azt érezzék, hogy egy ilyen buborékban vannak. Mert ugye, ahogy már korábban beszéltük, az emberek szeretik azt hallani, azt olvasni, azt látni, amit ők már amúgy is gondolnak. És hogyha olyan kommenteket olvasnak, amik ezt a posztot támogatják, akkor ők, ez sima pszichológia, hogy hajlamosabbak ezt jobban elhinni, igaznak, igazabbnak vélni. Ilyen szempontból lehet különbség a Facebook és a YouTube videó megosztók között, ugye említette inkább a YouTube-on vagy megtalálható. Az, hogy hogyan lehet ott elérni az embereket, vagy a módszereket, azok hasonlóak? A YouTube világa teljesen más. Én azt mondom, a YouTube-ot nem lehet összehasonlítani a Facebookkal, már csak a működése szempontjából sem, mert még a Facebook kénye kedve szerint tilt le embereket, konkrétan mondva csinált indokkal. A YouTube-on azért ott még azt mondom, hogy tehát ott is jelen van ez, de ott még mindig a tartalom számít elsősorban. A tartalommal lehet legfőképpen elérni az embereket. Nem, még a hirdetések sem olyan hatásosak, mint mondjuk a Facebookon. Persze ott is lehet targetálni, tehát célozni különböző csoportokat, de ott máshogy működik. A YouTube-on is lehet nézettséget generálni, nézettséget vásárolni különböző kínai és közel-keleti oldalakról, de a YouTube ilyen szempontból más. Ott a trollok nem feltétlenül ezért vannak jelen, vagy a bérkommentelők. Ott sokszor vannak olyan kommentek, amik csak simán támogatják az adott tartalomkészítőt, vagy pedig hergelik a közösséget. Úgyhogy ott az egy picit máshogy működik, de jelenleg inkább a YouTube még mindig a videókról szól, nem feltétlenül a közösségi élményről, míg nem a Facebook és a Twitter a közösségi élményről szól, és ott máshogy akarja ott tartani a felhasználót.